Verőfényes napsütés, forró aszfalt és egy palánkkal körülvett pálya fogadta a második kerékpáros póló edzőtábor résztvevőit Szegeden. Angol nevén bike polo az egyik legősibb csapatsport, a perzsa lovas polo mai megfelelője. A bike polo Írországból származik, az 1800-es évek végén találták fel, akkor még füves pályán játszották, és az 1908-as londoni olimpián bemutatkozó sportág volt. Aztán a 90-es évek végén New Yorkban újra felfedezték a sportot, és azóta aszfaltozott focipályákon játsszák. Az egyre népszerűbb sportágban a legjobbak Európa és világbajnokságon mérik össze erejüket. Az egyetem vezetése és Szabó László, a sportközpont vezetője mellé állt a kezdeményezésünknek, mert itt minden lehetőség adott ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy ilyen rendezvényt. Vannak tusolók, öltözők, és a pálya is kiválóan megfelel arra, hogy itt sportolhassunk. A játék célja, hogy a 3-3 fős csapatok egy ütő segítségével az ellenfél kapujába juttassák a labdát anélkül, hogy közben letennék a lábukat a földre. Egy meccs 5 gólig vagy 10 percig tart. Alapvető az, hogy a biciklit jól kell tudni kezelni, tehát egyensúlyérzék, labdavezetés, ugyebár egy kézzel fogjuk a kormányt, másik kézzel pedig az ütőt, aztán labdavezetés, hát itt nagyon sok minden közre játszik. Az edzőtáborba az ország minden részéről érkeztek játékosok, de a rendezvénynek nemzetközi jellege is volt, hisz német pólósok is ellátogattak Szegedre, sőt Brian egyenesen Chicagóból érkezett hozzánk. A bike polo a legjobb sport a világon. Why? It's fun too. It's you get a lot of exercise with it, and it's like on a nice day like today, beautiful day with a nice breeze. Get to ride around on your bike, and it not only trains your leg muscles and everything, but also it takes a lot of coordination. You must follow the ball around the court, and then you can also like you know hang out with your friends and have a good time. A játék egyik kelléke az ütő. Az ütőket saját magunk csináljuk, használt síbotokból készítjük, víz vagy gázvezetékcsövet próbálunk rágyengetni, ilyen házi megoldással. Mindenki olyat készít, amilyet szeretne, van, aki a könnyebbet szereti, van, aki a nehezebbet, van, aki a hosszabbat, van, aki a rövidebbet, játékstílustól függ. A másik pedig a bringa. Nem árt, hogyha telekerekű mondjuk, vagy fixi is lehet akár, ami olyan, hogy hátrafelé is tudott tekerni, de igazából bármilyen biccallyal lehet kezdeni, aztán majd rájön az ember. Mountain bike az, amivel szerintem nem a legjobb, mert váltogatni közben. Meg azért hát ne a legféltősebb biccall legyen, mert tényleg hozzáütik a labdát, ütőt, egymásnak mennek, úgyhogy hát egy játszós biccall kell hozzá. Kipróbáltam a kerékpáros pólót, hát elsőre nagyon nehéz, labdába is alig tudtam ütni, nagyon magabiztos bicikli tudást igényel, plusz még a labdára is figyelni, hát gyakorolni kell, az biztos. Én úgy tudom, hogy a sportközpont szeretné ezt megvalósítani, hogy szeptembertől talán ez már választható kurzus lesz az egyetemisták részére. A sportot bátran ajánlom minden biciklizni szerető embernek, aki a labdajátékokat is kedveli.